Az itt látható képek, szobrok a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán végzett művészek alkotásai. Olyanoké, akik korábban, akár 25 éve, és olyanoké, akik később végeztek, tanultak, tanítanak. Zalaegerszegen született, de Pécsen él és dolgozik Szent Gróti Dávid. Friss munkát akart kiállítani, olyat, ami jellemző rá, olyat, ami megjeleníti a személyiségét és a művészeti kar egymáshoz való viszonyát, a pécsi művészet szellemiségéhez való kapcsolatát. Tolvaj Ernő tanítványa volt. 1999-ben az első osztályban kezdtem, az első festő osztályban itt, hogy tényleg 25 éve kezdtem itt a festőszakon a tanulmányaimat, és itt ismertem meg a pécsi iskolát, úgymond, a pécsi modernizmust, aminek egyrészt a szín nagyon fontos eleme, a gesztus és a geometria vagy a szabályosság, és az én festményemben ezt a kettőséget, a szabályos és a szabálytalan gesztusok kettőségét ötvözöm, ezért éreztem jellemzőnek akár az egyetemre, vagy az én festészetemre. A tanulmányaim után én itt maradtam Pécsen, itt dolgozom, élek, és a művészeti tevékenységemet is itt folytatom, és vállaltan a pécsi hagyományokat próbálom folytatni, azokra reflektálni, akár azokkal vitatkozni. Tehát én aktuálisnak, meg érvényesnek tartom ezeket, nem csak helyileg, hanem globálisan is ezeket a művészeti eredményeket, meg kérdéseket. Szerintem fontos az, hogy a nagyvilágba eljut egy művész, hogy ezeket a lokális értékeket is képviselje. Kapcsolatom elég sokáig megmaradt az egyetemmel, mert utána a doktori képzésben is részt vettem, meg a pedagógiai képzésben is. Azóta a Pécsi Művészeti Gimnáziumban tanítok, a diploma óta. Tehát a pécsiség, meg a Pécsi Egyetem azóta is fontos, vagy közel álló. Akár azt mondhatom, hogy egy ilyen család, vagy közel álló embereknek a közösségét jelenti a számomra. Ebben a történetben élek, amit az egyetem első hetében valójában elkezdtem. Fiatal emberként, 19 évesen kerültem ide. Egyrészt tényleg a mesterem nagyon fontos, Tolvaj Ernőt megemlíteni, de az egész pécsi iskolát, a pécsi hagyományt, a Lantos iskolát, Kesélónát, vagy az, ahogyan ez az egyetem kialakult, a mesteriskolát, amiből a doktoriskola lett. Tehát ez tényleg egy közösséget jelentett, és én azóta is tartom a kapcsolatot a csoporttársaimmal, vagy kollégáimmal. Pál Zoltán Munkácsi díjas szobrászművész volt egykoron a szobrászak megalapítója. Egy fontos időszak volt akkor, hiszen léteztek az alkotótelepek, mondja. A siklósi kerámia szimpózion, a villányi szoborpark, és a szoborparkban létrejött a mesteriskola tulajdonképpen, ami elkezdte a legitimációját annak, hogy a tanárképző az átalakuljon, bekerüljön az egyetemre, tehát bekerüljön ebbe az intézményrendszerbe. És akkor a Rétfalvi hívott be engem ebbe a kísérletbe kvázi, és a Rókus utcában ott csináltuk meg az első kísérleti szobrász műhelyet. Aztán itt volt egy jó kiállításunk a Pécsi Galériában. Ezek ma már valóban az a generáció, akit itt fiatalon emlékezik erre a 25 évre, Mikia Gábor, Nyári Zsolt, hadd soroljam tovább, Péter is, én vittem először külföldre, Linda Brumba szimpozióra. Tehát ez egy hihetetlenül izgalmas történet volt, és nagyon nagy öröm, hogy valahogy bekerült az egyetemre, tehát hogy ilyen legitimációt kapott, hogy bekerült a felsőoktatásba. Pécs és a régió komoly művészeti tradíciókkal rendelkezik. Ezen belül is a képzőművészet nagyon erősen jelen volt mindig a térségben, a városon belül. Ez az a közeg, amely lehetővé tette, hogy létrejöhessen a művészeti kar, mondja Lengyel Péter, a kar dékánya, szobrászművész.
a középfok után egy felsőfokú művészeti képzés is legyen a városban, hogy 96-ban létrejöjjön a művészeti kar, és aztán ezt követően 99-ben elsőként vidéken akkreditáltassunk művészeti képzéseket, hiszen korábban csak a budapesti szakegyetemeken volt művészképzés, vidéken tanárképzések folytak. Ugye ez egy óriási lépés. A legfontosabb talán az volt a kezdetektől fogva, hogy mi nem Budapesttel szemben kívántunk művészeti iskolát alapítani, hanem Budapest mellett méltó szakmai alternatívát nyújtva azon fiatalok számára, akik művészetet szeretnének tanulni. És azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évnek a talán legfontosabb tanulság, hogy e tekintetben abszolút helyt állt a művészeti kar, és ma már olyan teljesítményeket tudunk fölmutatni, amely nem csak országos, hanem azt gondolom, hogy világ sok pontján megállnak a helyüket. A 25 éves festő és szobrászképzés elnevezésű kiállítás anyaga meghatározott tematika szerint állt össze. Az az a koncepció, hogy a két tantestület javaslatot tesz azon fiatal volt hallgatóink, pályán maradt volt hallgatóink közül, akik hát olyan szakmai teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban, mint pályakezdő fiatal művészek, amelyek azt gondoljuk, hogy méltó a bemutatásra, őket megszólítottuk, mindenki küldött, javasolt, ajánlott munkákat, és aztán a kollégák azok, akik kiválasztották azokat a munkákat, amelyekből tulajdonképpen összeállt ez a kiállítás. A kiállítást Várkonyi György művészettörténész nyitotta meg a Pécsi Nádor Galériában.